Ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast, ahol a nagy klasszikusoktól kezdve a Z kategóriáig mindent átbeszélünk. Filmek, sorozatok, trendek, zsánerek, mozgókép apa szemmel. Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Apa mozit hajt filmes podcast negyedik adása, és hát egy különleges adásról van szó, hiszen Sipi göthös lett, ezért sajnos nem tud a mostani legújabb adásban részt venni. Ellenben ennek kapcsán arra gondoltunk, hogy hát egy picit szokatlan formában, de mégiscsak folytatjuk ezt a műsort. Két vendéget köszöntök a stúdióban, illetve hát nem is vendégek, de majd erről egy picit beszélünk. Itt van a stúdióban Varga Dia. Sziasztok! És Kányácki Feri. Sziasztok! Na most, Dia nem lesz ismeretlen senki számára, hiszen aki a második adást hallgatta, ott már ő a maga szakértelmével részt vett és hozzájárult a műsorhoz. Ugye akkor legalábbis lelkes amatőrizmusommal próbáltam hozzátenni valamit. Oké, de hogyha valaki ezt pró módon csinálja, akkor azt lehet szakmaiságnak is álcázni. Nagyon kedves tőle. És most azért is különleges ez a mai műsor, mert hogy Feri még nem volt itt kedves kollégánk a műsorban, és hát ő eleve kicsit rejtőzködő életet él. Ellenben szívesen vett részt a mostani műsorban, mert hogy az egyik témát, amiről ma beszélgetni fogunk, az tulajdonképpen ő hozta, és az ő szakmájába is vág, és nem illetlen ezt a szót használtam, hogy a szakmájába vág, mert hogy ő vágó egyébként. És akkor kezdjünk is neki a mai egyik témánknak, ami nem más, mint hogy ki néz tévében filmeket, miért nézünk tévében filmeket, ha nézünk. Ugye ez volt az alapötleted, Feri. És akkor fel is tenném neked a kérdést, feldobnám, hogy te például miért? Mivel, hogy én is már ugye 30-as éveimet taposom, túl vagyok már rajta, nem sokkal, így abban a korban voltam is, amikor még csak tévé volt lényegében. Volt három csatorna összvisz, tehát nem nagyon volt más választási. Volt a Esti Mese, utána meg mindig van mi film, aztán ahogy beindult a többi csatorna, több film bejött, külföldi filmek, amerikai, olasz, japán, minden változatban, így nekem benne volt az a korszak, a gyerekkorom volt, hogy tévébe film, plusz a VHS korszak, ez külön fontos időszak volt, amikor lehetett kölcsönözni őket, minden második nap kölcsönözni kellett valami filmet, rajzfilmet vagy egyéb filmet, ezért nekem szerintem így ragadt bent az, hogy a mai napig, amikor felkelek tévécsatornákon, ahol tudom, hogy filmcsatorna van, mindig végignézem, hogy este, munka utántól mi várható. Tulajdonképpen akkor ez egy hagyomány. Tehát hagyomány tisztelet. Hozom tovább a korral. Ez tök érdekes egyébként, mert hogy ugye a kereskedelmi csatornák 98-ban indultak el Magyarországon, az RTL meg a TV2, és hát ezek behozták ugye azokat a filmeket is, amiket az előbb említettél. Én is egyébként hasonlóképpen emlékszem, bár én azért némileg fiatalabb vagyok, de azért nekünk is ez volt, hogy új filmek és akkor tévé. Dia, neked mi az élményed? Én nagyjából nekem is, de szerintem a 90-es generációnak, meg a 88 után születetteknek ez nem hiányozhat szerintem senkinek az életéből. Tehát egyrészt a tékázás, amit mondtál. Tehát az, hogy az egy külön élmény volt, meg az gyakorlatilag felért egy ilyen vallási ceremóniával, hogy elmentünk a tékába, és akkor izgatottan böngésztük, hogy most akkor milyen filmet fogunk, vagy milyen mesét fogunk, mert főleg meséket hoztunk ki. Aztán pedig, ami mondjuk nagyon korszakalkotó volt nálunk legalábbis, amikor először otthon olyan videólejátszót vettünk, amivel lehetett felvenni a tévéből, és akkor egy másik univerzum nyílt meg. Ugrásszerű fejlődés. Igen, ugye? Körülbelül, és mondjuk akkor a késő esti műsorsávból is lehetett felvenni, és például nekem, ami ilyen nagyon meghatározó volt, például a Dűne, a 2000-es tévéfilmek. Én például onnan láttam, vagy a Harcosok klubját, tehát hogy ezek számomra ilyen nagyon meghatározó filmek még a mai napig is. Bocsánat, annak, aki most kapcsolódik be, tehát hogy még nem hallgatott műsor tőlünk, már az elején megígértük azt Csipivel, hogy nem lesz olyan adás, amikor a Star Wars valamilyen referenciaként meg nem, vagy bele nem kerül a műsorba. Éppen erre gondoltam, amikor Dia azt mondta, hogy filmet rögzítettünk tévéből. Tehát nekem a klasszik trilógia az legelőször úgy volt meg, hogy egy kedves barátomnak mondtam, hogy az megy este a tévébe, azt leszel szíves nekem rögzíteni, és akkor én úgy, tehát a mai napig megvannak ezek a kazetták, és hát a maga koszosságával, vagy tévésségével, de én azért sokáig így néztem ezeket. Na, azért mindannyiunknak van múltja a
televíziós tévénézéssel kapcsolatban. Ellenben azért arra vállalkoztunk itt a műsor elején, hogy összegyűjtsük valamilyen módon azt, hogy milyen pro vagy kontra érvek szerepelnek a filmben történő tévénézés kapcsán. Én azért pro érveket annyira nem tudok már most. Tehát én mondjuk azért mondanék egyet. Tehát az például, hogy olyan filmeket tudsz nézni tévében, amiről mondjuk annak idején lemaradtál a moziban, vagy nem volt pénzed elmenni moziba, és mondjuk igaz, hogy várni kell, mert hogy azért mondjuk a 2000-es években nem annyira volt jellemző, hogy friss filmeket adtak például a televízióban, de mégis volt egy széles közönségnek lehetősége arra, hogy megnézzen bizonyos alkotásokat. Mondjuk a Star Wars az nyilván azért generációs részből is kimaradt számunkra, de például azt én is tévében láttam meg először, tehát hogy azt nem tudtam volna megnézni moziban abszolút. Tehát hogy azért egy elég széles körnek ad olyan lehetőséget, hogy megnézzen mozifilmeket otthon. Ja, igen, ezt prónak mondhatjuk. Neked van egyébként, Feri, pró? Hát hozzá tudok szólni Dia véleményéhez, hogy nekem is a Star Wars-ok kimaradtak a moziból, akkor én nem láttam. Lényegében én a Bajós árnyak legelső részével kezdődött az egész Star Wars univerzum, utána kellett egyből VHS-en kihozni a többit, csak aztán nem értettem, hogy most miért ugrottunk ekkorát, mert nem voltam benne az univerzumban, aztán megértettem, de ami még elvarázsolt így, akkor visszatérnék rá, hogy miért filmeket nézek egyébként, a magyar szinkron. Én kifejezetten rajongok a magyar szinkronért, jó, alulírom, hogy eredeti nyelven is jó, úgy is megnézem, főleg, hogyha japán filmről van szó, mert a japán nyelv különösen közel áll a szívemhez, de nem vetem meg a magyar szinkron, mert szerintem nem olyan manapság más, mert gyorsabban kell elkészíteni is, de régebben úgymond legendás szinkronok készültek, például akár a Star Warsért. Meg a 90-es évek elején főleg akkor alakult ki, hogy egy bizonyos színésznek megvolt, hogy ki lesz a magyar hangja. Egyébként nekem is ez maradt meg a 90-es évekből érdekes, hogy akkor, vagy legalábbis úgy rémlik, hogy akkor sokkal inkább megvoltak ezek a jellegzetes, valakihez tartozó hangok. Például a Csillagok háborújánál maradva ott azért több szinkron is készült a klasszik filmekhez, de én például az a generáció vagyok, akinek azért Luke Skywalker az Stoll András, a Darth Vader az Kránic Lajos, Han Solo-nak pedig Csernák János, tehát megvoltak ezek a hangok, és egyébként a szinkron tényleg jó, picit majd erről is fogunk beszélni, de te vetetted fel, Feri, és ennek kapcsán is beszélgetünk most, egy barom érdekes észrevétel volt a cenzúra. Miért még ebben kitérnék, még prónak felhoznám, hogyha lehetne, hogy ez, hogy magyar szinkronnal nézhetem a tévében a filmeket. Jó, online is el lehet érni szolgáltatókon, de többnyire tévében jellemző manapság, hogy magyar szinkronnal meg lehet nézni, pláne egy nagyon régi filmet. Legutóbb, amit például néztem, mondhatom a címét, a Halál 50 órája. Az is például Charles Bronsonnal, azzal a szinkron felállással, fantasztikus. Tehát ezért is szeretek tévében nézni filmet. Nemrég vettem észre egyébként, hogy amikor megint nekiálltam, hogy este 9 óra után megnézek egy filmet egy csatornán, és akkor szakmai ártalom, mivel hogy rengeteg magazint, híradót, meg egyébet vágok itt, meg régebben filmféléket is vágtam, és akkor így feltűnt, hogy olyan furcsának találtam, hogy szerintem nem így kéne folytatódnia, meg ilyesmi, meg hamarabb vége lett, mint kéne, vagy nagy Isten, el lett vágva egy szöveg, mert a következő kép, ami következne, kimaradt, internetet segítségül hívtam, és akkor igen, kiderült, hogy igen, kivágták. Persze aztán én elkezdtem gondolkozni pontosan miért, mert feltételezik a marketing része, amiben én nem nagyon vagyok benne, de kivágják, gondolom azért, hogy le lehessen hamarabb adni. Uh-huh. Hát például amikor... Hát a korhatári besorolás miatt, igen, hát ezt ki lehet pontosan kerülni. De nem tudom, láttatok már, hogy a Jurassic Park filmeket is senki nem hal meg? Igen, hát pár ilyen mozis blogáról, azt hiszem, ilyet is. Tehát ez az, ami miatt én egyre inkább úgy vagyok vele, hogy ha nézek is filmet, akkor figyelem az, hogy van esélye, hogy kicenzúrázhatják, vagy kinyomozom, hogy úgymond adják egy később időpontba, mert egyes csatornák csinálják azt, hogy még délután nem túl késő este cenzúrázottan adják, de aztán meg pár nappal később egy később időpontban meg leadják cenzúrázatlanul. Uh-huh. Amit nem lehet kilogikázni, csak feltételezem, mert akkor már fel van tüntetve a megfelelő korhatár besorolás. Uh-huh. Nem tüntetik fel az elején, tehát ez a baj. Igen, feltüntethetnék valahogy, hogy ez a verzió cenzúrázott lesz, hogy és meg lehet tekinteni majd ekkor nem cenzúrázottan. Uh-huh. Mert nem tudom, most én megértem a cenzúra kérdését, de úgy érzem, hogy lényegében tiszteletlenség a készítők felé, hogy kivágják azért, hogy lemessen. Úgy. Mondjuk az is igaz, hogy azért manapság is kerülnek filmek, tehát mozifilmek, mozis forgalmazásban, tehát új alkotásokról beszélünk, amik egyes országokban csak akkor mehetnek le, hogyha ki van cezúrázva belőlük egy bizonyos rész. Most nem akarok konkrét filmet mondani, vagy konkrét példát, mert nem akarok hülyeséget mondani. Én most pont a napokban hallottam róla, hogy Kínában a Doctor Strange-ben, ugye a főszere, vagy ez egyik hölgy,
aki ugye Dr. Strange-et beviszi a mágikus világban, a Tilda Swinton által alakított karakter. Ő egy tibeti szerzetesként van ábrázolva ugye a filmben, és Kínában ugye át kellett alakítani a karaktert, mert hát ugye ott tudjuk a politikai viszonyokat, tehát Tibettel vannak azért gondjai Kínának, és éppen ezért egy más karaktert kellett behozni a helyére. Ez mennyire érdekes egyébként, hogy friss mozis élményeknél is így van. A televíziónál igazából azért nem értjük ezt, hiszen gazdasági szempontból érthető. De most akkor felmerül a kérdés, ami kapcsán most itt beszélgetünk, hogy kinek a perverziója az, hogy televízióban filmet nézzen. Hiszen egy mondjuk 120 perces alkotásnak a megnézése mondjuk 240 percbe kerül. Mert hogy a negyed óránként meg van szakítva negyed óra reklámmal egy adott alkotás, ami szerintem egyébként legalább akkora bűn, mint amit itt a cenzúra kapcsán beszélünk, hogy kivágják, megvágják, mert hogy ami szerintem ilyen abszolút idegesítő a filmeknél, amikor rossz ritmusban jön be a reklám. A legrosszabb alkalmakkor tudják benyomni a reklámokat. És ez az érdekes egyébként, hogy régen erre jobban figyeltek. Tehát, hogy most már például főleg a kisebb kereskedelmi csatornáknál gyakorlatilag nem nézik a vágópontot, hanem van nagyon sokszor olyan, hogy egy jelenetnek a mondjuk az elején, végén, közepén valahol egyszer csak elvágják, és akkor jön a reklám. Igen, meg gondolom takra ki van számítva, hogy most akkor pontosan. Eltelt negyed óra, vágjuk be a reklámot. Pontosan. Pláne akkor, mikor pont egy beszéd közben történik, ami még haladszódik is. Mert régen azért tényleg jó, régen is voltak reklámok, és azért odafigyeltek, hogy lezáruljon egy fejezet, egy jelenetsor, vagy hogyha helyszínt jellemző volt, hogy ugrottunk egy helyszínt, akkor előtte mindig volt vágás, hogy mit tudom én, például indulunk ide, és akkor reklám, és akkor itt folytattuk. Ez nem is volt annyira zavaró. Hát, de egyébként ugye az a baj ezzel, ez picit filmelmélet is, hogy azért, mert a reklámokat rossz helyen teszik be, emiatt a filmnek a narratíváját borítják meg. Tehát nyilván, aki ezt értő szemmel, értő nézés, ugye beszéltünk erről egy korábbi adásban, ha van értő olvasás, akkor legyen már értő nézés is. Tehát igazából, aki erre érzékeny, az borzasztóan bosszantja, de hát most itt talán pont olyanok ülünk, akiket ezt bosszant és észreveszik. Megjegyzem, én nem nézek tévében filmet, egyébként is sokkal kevesebb filmet nézek mostanában a 4 hónapos kisfiam miatt, de ez egy másik történet. Ellenben én például, ha nézek, akkor az azért van, mert bekapcsoljuk, hogy menjen mondjuk háttérzajnak, és mit tudom én, éppen a Csillagok háborúja megy, azt ott hagyom. Mert az a fajta szórakoztatás, amire azt mondom, hogy még oda is tudok figyelni. De gyűjtsük már össze, hogy tulajdonképpen miért lehet az, hogy valaki leül és most mondjuk tévét néz. Szerintem a megszokás leginkább, mert hogy a televízió az egy széles körben elterjedt dolog. Tehát, hogy valószínűleg olyan háztartásokban is van tévé, ahol mondjuk a széles sávú internet nem elérhető, és mondjuk nekik nem az elsődleges. Az idősebb korosztály szívesebben tévézik, mert ahhoz van hozzászokva. Például megvannak a szokott kis csatornáik, de én tudom, nagyon jól a nagymamámnak mi a tévés menetrendje, délután 5-kor leül, elkezdi nézni az egyik megszokott műsorát, és akkor este 9-ig be van neki kategória. Tehát ő szépen sorban tudja, hogy mi miután fog jönni, hova kell kapcsolni, stb. Stb. Megjegyzem egyébként, hála Istennek a napi rendjében ugyanúgy benne van a 7 tévé, mint bármi más. A másik oldal meg szerintem nagyon sokan vannak úgy, mint mondjuk nálunk a családban, hogy például multitasking az abszolút elterjedt, tehát hogy például édesanyám nagyon szeret kötni, horgolni, és ő például miközben csinálja ezeket a kézimunkákat, szól háttérbe valami. És akkor úgy el van. Sajnos egyébként a multitaskingra én is így szoktam rá. És ez egy ilyen kapudrog egyébként ebből a szempontból. Igen, és gyakorlatilag eljutunk 2 lépésből a kokainizmusig, vagy még durvább. Hát annyira azért szerintem nem... Jó, nyilván most a kapudrogra kaptam rá, hogy akkor picit vicceljünk ezzel. De itt említettük akkor azt, hogy megszokás az egyik, mert hogy egy kialakult életmód van. Említettük azt, hogy elterjedt formátum a televízió. Az én nagymamám is tévéhez van szokva. Nem is próbálna már belemenni ebbe a streaming szolgáltatásokba, mert bevallom, én is ockodtam eleinte, mert nekem az volt a furcsa például, hogy én döntöm el, hogy mikor, bármikor nézhetem, tehát mikor belementem. Első furcsa volt majd, hogy nem már, hogy is mondjam, ijesztő volt ez a szabadság. Túlzott választási lehetőség volt, hogy aztán mit nézzünk, hát akkor inkább semmit, mert már ment egy óra, hogy válogatódzom. A tévé azért, na jó, elég sok csatorna van, de van egy bizonyos lekorlátozottság, meg azért így beidőzített magadnak, hogy ja, 9 órakor ez kezdődik, ezt nézed. Kell ez a keret? Nem, szerintem valakinek igen. Valakinek igen, mint nekem.
Én szigorúan tartom, hogyha eldöntöttem, hogy miket nézek, akkor biztos nem csinálom azt, hogy mást gondolok meg helyette. Aha. Nem egyszer volt az, hogy néznék valamit, de lemaradtam róla, vagy lekéstem, vagy ilyesmi, akkor nézzünk mást. Nem, én ezt akartam nézni, akkor nehezen állok át másra. Ilyenkor van többnyire az, hogy leveszek valamilyen filmet, a DVD-t vagy Blu-ray-t a polcról, és akkor megnézem azt, amit már ezerszer láttam. Kicsit más téma, de azért ehhez is kapcsolódik, hogy adathordozókon, ilyen különböző digitális adathordozókon ki az, aki mondjuk hány százalék néz most ma filmeket. Én azt érzékelem, és akkor itt van egy generációs szakadék, szerintem itt mindannyian azért nagyszülőket beszélted. Én is, hogyha ilyet az én nagyszüleim, ők is azért televíziót néztek elsősorban, ugyanúgy, hogy tévéjúságban be volt karikázva, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyébként anyám is ilyen, hogy bekarikázza, és akkor kérdezi, hogy azt láttuk-e azt a műsort, és akkor mindig elmondom neki, hogy nem nézek tévét. Ellenben ő meg nem tudja, szerintem emiatt a szabadság miatt sem elképzelni, hogy a túróban van az, hogy hát én akkor nézek, és azt nézek, amit akarok. Hát meg azért a technika is, tehát, hogy például ez saját tapasztalat, hogy egy idősebb embernek nehezebben tudod megtanítani, hogy mi az, hogy okos tévé. Tehát most például, szintén nagymamát hozom példának, most kapott egy okos televíziót, és az volt az első, hogy úristen, őt le fogják hallgatni. De próbáltuk megnyugtatni többen, hogy nem. Annyira nem. Telefonod van. nem okos telefonja van, meg ez az okos tévé sem annyira okos tévé, hogy őt le tudják hallgatni. Szóval nehéz azért nekik megmutatni, bemutatni, elmondani az előnyeit, hogy mégis miért jó, mert ők inkább a hátrányokat látják benne. De ez a technikai váltásoknál egyébként szerintem egy jellemző dolog. Tehát, hogy például az ő szüleiknek meg azt volt nehéz elmagyarázni, hogy mondjuk a tévének mi az előnye. Az utánunk jövő generáció meg gyakorlatilag már teljes egészében digitális benszülött. Azért mi pont azok vagyunk, egyébként ez is érdekes sok szempontból is, hogy mi még azért ez a félig analóg, igen, de már digitális benszülöttek vagyunk mindannyian. Igen. Hát igen, mert most például kitérek, nem tudom, ide tartozik, de kitérek rá, hogy ez a Blu-ray meg DVD vásárlás. Én például vannak filmeket, amelyeket szeretem magamnak tudni. Akkor érzem, hogy az enyém, hogyha megvan otthon a polcomon. Nem ugyanaz az érzés, hogy most bérelem, hogy megnézhessem bármikor, vagy esetleg kikölcsönzöm digitálisan, vagy csak digitális formában vásároltam meg. Ja, ismerős, ugyanez nálam a könyvekkel is, a filmekkel, bizonyos könyvekkel ugyanez. Bocsánatok, kérek mindenkitől, de például az e-bookok, az nem az én világom. Uh-huh. Én a könyvet olvasok, csak így úgy érzem a tapintását, hallom a hangját, érzem az illatát. De még a Trónok harcát nem cipelted magaddal a buszon. Igen, egyébként. Meg lehet. Na de visszatérve, igen, hát az én családomban lényegében az otthonás az van, hogy nagyon, hát most megtanulni azt, hogy hogyan kell átmenni a HDMI 1-re. Ezt is egyszerűen vagy nem akarja, vagy csak nem tudja megtanulni, vagy csak inkább nem akarja hozzáállás. Egyébként van egy ilyen, és most nagyon átmegyünk ilyen hú, most kibeszéljük az idősebb korosztályt, de pedig abszolút nem ebbe az irányba akartunk elmenni, csak tényleg érdekes, hogy miért van az, hogy ockodnak, picit ilyen ismeretlen anyám is ilyen például, hogy megmutatom neki akár telefonon, hogy figyelj, itt van ez a gyors hivatkozás, kihúzom ide az asztalra, és akkor arra csak rányomsz, és akkor meg fog nyitni. Hát ő ezt nem tudja megjegyezni. Tehát, hogy kapásból itt vagyunk. Vagy azon korszak, amikor a lábítont, hogy le kell ragasztani a gombokat, amelyeket ezt nem kell nyomkodni, igen, csak igen, a igen. Csatorna, meg a hangerő. Igen. Például akkor helyben is vagyunk. Lenne itt még azért szerintem kapargatni való ezzel a tévében filmnézéssel kapcsolatban, mert hogy azért nagyon sokakat érint Magyarországon. Én annak tudnék örülni, meg is hálás lennék érte, és szerintem nem, mert nem vagyok egyedül vele, ha mindig, amikor filmnézés előtt, ahogy elmondják, hogy kiknek szól, hol feliratozva van, elmondanák, hogy cenzúrázott verzió. Uh-huh. Tehát, és hogy hol lehet, mikor lehet megtekinteni anélkül. Na jó, de például ugye közszolgálati televíziónál ott nincs reklám. Nyilván azért meg közszolgálati. Meg van olyan tévécsatorna, ahol szintén nincsen reklám film közben. És szerintem meg lehetne ezt oldani, hiszen vannak tipikusan olyan saját gyártmányú műsorai egy kereskedelmi tévének, ami önmagában annyi reklámból él, és annyi reklámból tud működni, hogy igazából legalábbis én szerintem nem feltétlen kellene, hogy egy filmet annyiszor megszakítsanak reklámokkal. Igen, csak sokan azt felejtik el egyébként, és ezt nekem a főiskolán egy tanárom mondta, egy pont a tévézéssel kapcsolatban, hogy azt felejtjük el nagyon sokszor, hogy a kereskedelmi tévék nem azért vannak, hogy nekünk filmeket meg sorozatokat szolgáltassanak. A kereskedelmi tévék azért vannak, hogy reklámot adjanak, amit filmekkel vagy sorozatokkal megszakítanak.
Tehát hogy nyilván ez az üzletpolitika, ez egyébként fogyasztói szempontból pedig jogos elvárás az, hogy mondjuk normális helyen legyenek a vágópontok, mondjuk ne 10 perc hosszúak legyenek a reklámok, nem tudom, megfigyeltétek-e, és arról, erről pont a Behíren született, azt hiszem decemberben egy cikk, hogy újra és újra visszajönnek ugyanazok a filmek, és akárhova kapcsolsz, ugyanazt látod. Hogy azért valamilyen szinten vágyik arra az ember, hogyha már bekapcsolja a tévét, és mondjuk van 120 csatornája, mert mondjuk akkor a kábeles csomagja, hogy akkor lásson már egy kicsit mást, vagy ne ugyanazokat lássa, ne a bunyó karácsonyig menjen állandóan karácsonykor, meg húsvétkor mondjuk a Ben Huron kívül adjanak más mondjuk témába vágó filmet. Nyilván ezeket a filmeket, meg sorozatokat, ezeket ugye csomagban vásárolják meg a tévék, fix időre vannak lekötve, ha már egyszer ugye megvásárolta az ember, mint ahogy mi is így vagyunk vele, akkor már annyiszor használják, amennyiszer lehet. Tehát, hogy nyilván ezért van például az, hogy rengeteg filmet ismételnek. Vagy a slágereket a rádióban, ugyanez az elv. Igen, aha. Pontosan. Ja. Oké, szerintem ennek a témának most nagyjából a végéhez értünk, és nem sokára folytatjuk a fő témánkkal, ami nem más, mint a magyar filmek, amiket szeretünk és amiket nem. Podcast filmekről és sorozatokról hallgatólagos beleegyezésükkel. Szervusztok, kedves hallgatók, folytatjuk az Apa mozit hajt extravaganzát, mert egy külön kiadásról beszélünk végül is, Vargadiával és Kárnyácki Ferivel, és Sipi nélkül, ugye ezt már elmondtuk a műsor elején. A fő témánk, amiről most beszélünk majd egy picit bővebben, az nem más, mint a magyar filmek, amiket szeretünk és amiket nem. És az alap ötlet, az alap gondolat ezzel kapcsolatban számomra legalábbis az volt, ezért is hoztam ezt a témát, hogy beszéljünk erről. Egyetemen, amikor filmemélet, filmtörit hallgattam, akkor miért nem néztem, ugye merülhet fel a kérdés, mindegy, rossz vicc volt. Az egyik tanárom azt mondta, hogy a magyar film, illetve a magyar néző idegenkedik a fikciótól, pontosabban fikció idegen, legalábbis ami a saját történelmét érinti. És egyébként, ha ezt megnézzük, akkor ez igaz, hogy nagyon óvatosan nyúlunk mi magyarok történelmi témákhoz. Ez miért lehet? Egészséges óvatosság, természetellenes kicsit félelem. Hagyománytisztelet. Ja, de egyébként nem, de hogy most is mennyire nehezen nyilatkozunk meg erről, nem? Tehát, hogy miért van ez? Hogy mondjuk bizonyos műfajban szerintem egyébként nagyon erősek vagyunk, ez a végjáték szatíra, de mondjuk miért nem tudunk történelmi, miért nem tudunk, tehát lehet, hogy ez a felvetés sem állja meg a helyét. Miért van az, hogy nagyon nehezen, nyögvenyelősen nyúlunk olyan témákhoz, amikhez mondjuk, ha hozzágyúlunk, akkor lehet, hogy katasztrófa születik, mint a honfoglalás vagy a Szakra Korona, vagy egyszerűen film lesz belőle, és igazából történelmi közönségfilmet, ami sokakat elér, ilyet nem csinálunk. Pedig erre most nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt lett is kiírva külön pályázat, és adtak be különféle szem, hogy az egyik az pont Dózsának a történetét dolgozná majd fel, ami úgy hirtelen eszembe jutott. De jó a kérdés igazából, mert ha most elkezdtem gondolkozni rajta, hogy mi volt az utolsó történelmi film, amit úgy láttam. Jó, hát a 48-49-es forradalom és szabadságharcról annak idején nagyon régen születtek alkotások. De azok is egyébként adaptációk voltak többségükben, nem? Valóban. De hogy korábbról, igen, abban igazad van, sőt, hát igazából mondjuk az újabb alkotások közül, ugye a Magyar Vándor mondjuk még, ami ugye eszébe jut az embernek, de nyilván az sem a korhűségéről ismert leginkább, tehát az is egy vígjáték. Igen, na ugye, tehát hogy megint itt vagyunk, hogy vígjáték. Van egy jó formula, amiben vígjáték szatír, amiben mondhatjuk azt, hogy magyar filmesek igazából élen jártak, és az a durva egyébként, és erről beszélünk egy picit majd, hogy a rendszerváltás előttről beszélünk többnyire. Mert hogy összeszedtünk azért itt elég sok filmet, és olyan, mintha nagyon-nagyon szűk műfai keretek lennének azok, amikben úgy tudunk mozogni, hogy is ez nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy van az, hogy amerikai filmeket, amelyek vagy az amerikai, vagy az egyetemes történelem egy-egy szeletéből kiragadnak egy részt, azt feldolgozzák, azt sokkal könnyebben fogyasztjuk el, mint hogyha magyar filmesek készítenek a magyar történelem egy-egy szeletéről,
egy látleletet, és mondjuk ezt mutatják be. Nyilván van ilyen film, az utóbbi 10 évben mondjuk második világháborúhoz kapcsolódó, a holokauszthoz kapcsolódó film, mármint a holokauszt magyar áldozataihoz kapcsolódó film született. Díjnyertes is, beszélünk majd erről. De ezek olyan témák, amik nem feltétlenül csak magyarok, hiszen egy egyetemes világégésről van szó, és egy egyetemes tragédiáról van szó, amely nem csak minket érintett, hanem azért a történelemben sajnos milliókat, másokat is, más nemzeteket is. Ezért merült fel bennem ez a kérdés, hogy annyira érdekes ez, hogy óvatoskodva nyúlunk ehhez. A Toldi projektet például, ami oké, hogy fikció, de mégis egy konkrét történelmi érát ragad meg, évek óta húzódik. Szerintem van benne egy olyan rész is, és most nem a Toldira célzok abszolút, hogy nem feltétlenül szeretünk emlékezni. Például az Aurora Borealis például egy olyan történetet dolgozott fel, amiről nagyon-nagyon sokáig nem lehetett beszélni, hogy ugye nőket erőszakolnak meg, és hogyan bánnak velük az orosz katonák. Vagy például, hogy mi történt a fronton, mert hogy még mindig vannak velünk élő olyan emberek, akik átélték ezeket a dolgokat, és mondjuk a szocializmusban erről nem lehetett beszélni. Aha. Nagyon sok ilyen téma van egyébként, kezdve, amin mondjuk Békés Csabát is, meg az én szülővárosomat, Tótkomlóst érinti a Benes dekrétumok és az áttelepítések. Erről például senki nem beszél, vagy nem lehetett róla évekig beszélni, és ez például az én nagyszüleimnek a generációjában annyira mélyen benne maradt, hogy nagyon-nagyon keveset beszéltek a rendszerváltás után is erről a témáról. Tehát, hogyha nyilván nem kutat utána az ember, vagy nem olvassa el rendesen a történelemkönyveket, akkor át is ugorja. Oké, de mondjuk ez érdekes, hogy nem feltétlen arról van szó, hogy bájkáljunk a saját történelmünkben, hanem mondjuk egy olyan értő hozzáállással készíteni filmet, amiről azt mondjuk, hogy és érzékenyen leginkább, talán ez lenne a jó szó, hogy érzékenyen hozzányúlni ilyen témákhoz. Ez egy problematika, úgy tűnik. Kicsit úgy érzem, hogy a Németországhoz képest, és most nem pozitív, vagy egyáltalán bármilyen előjelű példaként, de egy példaként szeretném hozni, hogy azért nyilván nekik is eltelt jó néhány évtized, amíg mondjuk a náci múlttal tudtak úgy szembenézni, hogy arról filmeket, különböző alkotásokat készítsenek. Ugye ez a múlttal való szembenézés azért náluk talán egy nehezebb probléma volt, hiszen azért fél évszázadon belül kétszer is voltak a világ ellenségei, ha úgy nézzük, ezért durva ebből kijönni valamilyen módon, de hát én azt gondolom, és talán ez lehet egy ilyen irányvonal, amely kapcsán filmeket készíthetünk, hogy ezeknek a problémáknak a feldolgozását segíthetik ezek az alkotások, amik kellő érzékenységgel vannak elkészítve. Én mondjuk szerintem ahhoz nagyon-nagyon tehetséges rendezőnek, forgatókönyvírónak kell lenni, hogy mondjuk jól kigyere ebből a történetből. Mondok egy példát. 2016-os film a Szürke senkik, nem tudom, hogy láttátok-e. Például azt itt a kollégák közül is többen nagyon-nagyon vártuk, és amikor lement az egyik közszolgálati csatornán, akkor mi tőkön ülve vártuk, hogy úristen, végre megnézhessük. És a film felénél már így néztünk egymásra, hogy nem feltétlenül ezt vártuk. Mert hogy olyan volt a filmnek a ritmusa, olyan volt a történetvezetés, olyan volt a forgatókönyv, amivel nyilván egy 1917-es eseményen nem feltétlenül tud annyira azonosulni az ember 2016-ban, vagy egy első világháborús történéssel, és nyilván nehezebben tudjuk átélni azt, hogy mi történhetett azon a fronton, és hogy küzdötte magát keresztül az a katona a céljáig. Ellenben nem is segített a film abban, hogy mindez sikerüljön megérteni, legalábbis mi akkor így éreztük. Ellenben azért nem, tehát azt nem mondhatjuk, hogy nem készültek jó magyar történelmi filmek. Pont az utóbbi 10 évben például, és akkor erről majd picit később beszélünk, viszont térjünk rá arra, ami szerintem mindannyiunknak egy kedvelt témája, vagy egy kedvelt zsánere, a vígjáték, illetve a szatíre. Azért szerintem kapásból fel tudnák sorolni legalább 3 olyan vígjátékot, ami meghatározó. Hát, hogyha abban a korszakban vagyunk, hát akkor szerintem egyértelmű, hogy az Indulabakterház, azt mindenki ismeri. Szerintem nekem az első magyar filmek között voltak, amiket szülők megengedtek, hogy megnézzem tévében. Igen. Ezt szintén egy adaptációról beszélünk. Hidek Sándornak a könyvéből készült. És egyébként tudjátok, mi az érdekes az előző témára csatolva, hogy pont karácsony környékén adták az egyik csatornán, és hát abból is rengeteg jelenet volt kivágva. Tehát, mint hogyha egy teljesen más filmet néztünk volna. Pedig egy 60-70 perces filmről beszélünk. Igen, igen, igen. És olyan jelenetek voltak például kivágva belőle, amik miatt nem is teljesen volt érthető a történet. Hát nekem a személyes kedvencem az a Tanú.
Azt szerintem nagyjából mindenki látta, hogyha meg nem, akkor most javasolnám nekik, hogy valamilyen úton, módon próbálják meg beszerezni. Egy borzasztóan jó korrajz, rengeteg olyan dolgot vett fel, amiről abban a korban, amiről szól, nem lehetett beszélni, és iszonyatosan jó humorral ábrázol ez a film. Talán inkább azért a tanú a szatíra, nekem legalábbis. Vannak benne nagyon erős, kicsit ilyen slapstick comedy, tehát kicsit ilyen burleszkes, helyzetkomikumos poénok is, meg a szövegi poénok is nagyon erősek benne, de valahogy én mégis azt éreztem, hogy azért ebben van egy nagyon erős szatirikus vonal, nyilván azért, mert kritikát fogalmazott, meg nem is akár hogyan. De ha van még Vigetik, akkor beszéljünk már picit erről, ami úgy nagy kedvencünk. Nagy kedvencnek nem mondanám, inkább egy kimondottan egy színészt mondanék annak, akit én nagyon szerettem. Régi filmek, egyértelműen rá lehet mondani, hogy ez már nagyon régi film, de én szerettem. Kabos Gyula filmek. Uh-huh. Azok a filmek, amikben egyébként Kabos Gyula szerepelt, azt én mind szerettem. Jó, ezek is átdolgozások, és több is kapott modernebb feldolgozást is például, de nem ne szaladjunk ennyi előre. Kabos Gyula, mint színész, szerettem azt a karaktert, azt a kis bugyutácska, így beszél, hát én ezt még nem hallottam. Tehát ez a kis bugyutácska, aki aztán történik vele valami, de a végén mindig jól jár. Hétköznapi emberke, aki kicsit bugyuta, de szeretni való karakter. Én ezért szerettem Kabos Gyula miatt, volt egy filmet, azért szerettem, mert Kabos Gyula benne van. Igen, egyébként ő tipikusan az a figurája volt szerintem a klasszik magyar filmes érának, aki ha volt akkor közönségfilm, már pedig ezek a végjátékok azért azok voltak, mondjuk pont Kabos miatt mentek el megnézni a moziba. Mondtad, hogy ne ugorjunk előre, de azért szerintem ilyen szempontból egy picit majd arról is mindenképpen beszélnünk kell, hogy miért érte meg ezeket a filmeket, amikből itt azért felsoroltunk néhányat, akár a Meseautó, a Hippolyt, az Egy bolond század csinál, Egy szoknya, egy nagy drág. Mi a túróért érte meg ezeket a 2000-es években remékelni? Volt egy ilyen hullám, amiért azt gondolták az akkori alkotók, hogy na ezeket lehet, hogy érdemes lenne újra feldolgozni, hiszen annak idején ugye nagyon nagy közönség kedvencek voltak. Ezekben a filmekben azért elég, tehát mai szemszögből is, meg azért akkor is ismert színészek játszottak. Az ismert színészekkel is, meg azzal is be lehetett azért húzni a mozikba embereket, hogy egy régi közönség kedvencet visznek be a vászonra. Hát különösen meg ebben a korszakban, amikor tényleg ezek a Meseautó, Hippolytnak a felújított változatai Bajor Imrével, Eperjes Károllyal, így Stól Andrással jöttek, lényegében mekkor is már nagyon-nagyon jöttek a külföldi film áramlások, különösen a mozikba. Nem tudom, nem ilyen kortájt debütált a Titanic például, ami 97-es, de ez is megmozgatta az embereket, és lényegében ekkor is nagyon sokat jártak az emberek színházakba. Lényegében az összes mai filmszínészünk, akik a Meseautóban, a Hippolytban szerepelnek, ők is színházzal kezdték. És hát sőt, hát ők elsősorban színházi színészek. És onnan lettek kiemelve filmes részre, és gondolom, mivel most Budapestből indulok ki, nagyon sokan ismerték őket, mert mondom, mindig jártak színházba. Igazából ők már, igazából azelőtt országos sztárok voltak, mielőtt akár egyetlen filmben szerepeltek volna, hiszen egyrészt a színházból, másrészt azért emlékezünk vissza, rengeteg televíziós kabaré bohózat készült el, például Bajor Imrével, de Gálvölgyi Jánossal, és egyébként ez is egy problematika, hogy színházi színészek kezdtek el filmekbe játszani. Igen, egyébként erről hallgattam, hát még korábban egy ilyen kerekasztal beszélgetés, színészek is voltak benne, rendezők is, szinkronrendezők is, akik arról beszéltek, hogy Magyarországon ugye nincsen elhatárolva ez, hogy ki a színházi színész, ki a filmes színész és ki a szinkron színész. Tehát ezek össze vannak most, vagy gyakorlatilag ezeket ugyanazok játsszák folyamatosan, mint mi például külföldön. Ez a három szakma, ez három különböző ágazat, tehát hogy ezekben... Legalábbis kettő minimum. Igen, tehát hogy ezekben azért nincs akkora átmosás, mint például itt nálunk. Tisztelt a kivételnek, mert van egy-két színművész, akik lényegében csak a hangjával él meg, mert színészi játéka nem annyira képes, de a hangjával csodákat képes alkotni. Nem tudom, hogy mondhatok-e neveket. Nem tudom, hogy érdemesen mondani neveket ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ugyanazokra gondolunk egyébként. Én is tudnék mondani, de nem fogok. Azért, mert a szinkron munkáját az adott színésznek én nagyon szeretem. És szerintem szinkron színészként egyedülálló az, amit alkot, ahogyan a hangjával, orgánumával hozzá tud tenni, mert hogy hozzá tud tenni, hál' Istennek egy-egy karakterhez. De ha már itt vagyunk, hogy 2000-es évek eleje, 90-es évek vége, akkor beszéljünk már egy picit itt most a remake-ekről, a régi vígjátékoknak az újra gondolásáról beszéltünk. Ellenben születtek vígjátékok a 2000-es években is,
amik szerintem legalábbis a többségük, amelyeket kifejezetten közönségfilmnek szántak, elképesztően rosszak. Tehát borzasztóan rosszak. Most mondok egy ilyet, hogy Álom.net, vagy a Superboys, vagy a Csudafilm, vagy az SOS szerelem, és személyes tragédiám az SOS Love 3D, ami szerintem emberiség elleni büntet. Ugye Sas Tamás rendezte, és nem értettem, esküszöm, tehát hogy mi a túróért kellett egy ilyen filmet 3D-síteni. És beszélgettünk egyszer erről egy kedves barátommal, hogy miért kellett ezt a filmet 3D-síteni, hiszen semmi olyan effekt nincsen benne, miért egy látványfilmet 3D-síthetnének, és mondjuk amiatt megérné, és annyit mondott, hogy tudod miért? Azért, mert a Sas Tamás meg akarta mutatni, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Igen, ebben van valami, meg a másik, hogy mondjuk miért születettek ezek a filmek. Ugye nagyon soknál látunk olyan vonalat, hogy ez az Amerikából kölcsönzött szerelmes tini vonal, és erre fel kellett ülni, mert hát akkor, hogyha Amerikában megcsinálták nálunk, ez miért nem működhetne? Mondjuk azért vegyük hozzá, hogy például vannak olyan univerzális vonalak, amelyek minden embernek a személyiség fejlődésében nagyjából ugyanazon a irányon mennek keresztül, de a kulturális különbségek miatt nem mondhatjuk azt, hogy például egy amerikai kamasz, meg egy magyar kamasz ugyanúgy éli meg a középiskolát, vagy ugyanolyan hatások érik. Hát konkrétan az Álom.net az pont ilyen, hogy gyakorlatilag egy magyar középiskolába hozták le, magyarosították az amerikai középiskola feelinget. Importáltuk borzasztó eredménnyel. Többnyire ez van, meg egyébként, ahogy Dia is mondta, hogy ezt átveszik Amerikától, hát a Csudafilm. Az lényegében mondhatjuk azt, hogy a magyar Amerikába jöttem. Bizonyos akik, ha úgy vesztük, kiragadják Magyarországba, átkerül oda, amit én példát még fel tudok hozni, már megint viszonyulok a régi időkbe, hogy voltak, amikor működtek ezek, például ezek a régi betyár filmek, vagy sorozatok. Rózsa Sándor, vagy az egyik szem, hogy különösen szeretek, a talpunk alatt fütyül a szél. Ezek egyértelműen az amerikai western filmkorszakra merítettek. Biztosan vannak, meg voltak, meg lesznek is, gondolom, sikeres, nem remake-ek, de mondjuk stíluselemeknek az átemelése. Például a Déli báb című magyar film néhány évvel ezelőtt került a mozikba, azt ilyen magyar westernként titulálták, és akkor aként küldték a moziba, hogy hát a Hortobágyon egy ilyen magyar western, bár a jelenkorban történik meg ennek a cselekménye, de valahogy nem mégsem tudom, volt ugyanaz a olaszok is az olaszok is próbálkoztak ezekkel a spagetti westernekkel. Igen, de a spagetti western, igen. Tehát hogy az egy műfaji megnevezés. Ez pontosan. Valamikor azt mondom, hogy spagetti western, nem kimondottan a Bud Spencer-Terence szívfelállásra gondolok, hanem egy más fajtákra is. Vagy az ajánlat. Ausztráliában játszódik, hogy az ajánlat, az például jól alkalmaz. De visszatérve az adaptációk és visszamenve Magyarországra, amik szerintem jó adaptációk voltam, hogy könyvből adaptálták át filmre vagy sorozatra, ami nekem külön ez a legfavoritom, ahogy veszük, Fekete István regényeinek a feldolgozásai. Tüskevár, a Bogáncs, Lutra, a Vidra. Ezek például fantasztikus átdolgozások, de kitérek rá, az amikor aztán volt szerencsém megnézni az újfajta Tüskevár feldolgozást, hát én azt mondtam, hogy hiába az elképesztő jó színészi játék, azon megmozgattak, milyen sok jó mai ismert színészt összeszedtek. És nem, sajnos nem volt jó. Annyira, hogy nem adta vissza a feelinget. Egyébként, ha már itt vagyunk, bocsánat, legyen már egy Békés-megyei kötődése akkor ennek a Tüskevárral kapcsolatban, hiszen Seregi Zoltán, aki most a Békés Csaba Jókai Színház igazgatója, hát ő volt annak idején. Ladó Gyula Lajos, Tutajos. Ő volt a Tutajos, igen. A Tutajos. Igen. Na. És ha itt vagyunk, akkor a remake, amit 2006-ban csináltak, vagy 2005-ben körülbelül a Tüskevárból, ott meg Kovács Lajos volt, ugye Matula bácsi, ő meg szintén Békés Csabán színészkedett, tehát vannak ilyen kötődések. De hát igen, olyan jók voltak, hogy Pogány Judit, ő elképesztően jó színművész, nem csak azt mondom, mindenfélében. A Tüskevárba nem volt jó, túl jó sikerült az a régi fekete-fehér sorozatfilm, vagy elvárás volt más, nem tudom, de nem adta át ugyanazt a feelinget. Bánhidi Laci bácsival, igen. Pontosan, Bánhidi Lászlóval, más Matula nem is lehet már szerintem. Ki volt Bánhidi László? Matula bácsi. Aha. Egyértelműen. Mint ahogy ki volt a mesélő a magyar népmesékben, Szabó Gyula. Természetesen. Tehát túl jól sikerült az akkori szereposztás, hogy aztán bármennyire is lehetne adaptálni, egyszerűen nem lehet, mert túl jól sikerült. Uh-huh. Túl magasra volt helyezve a léc egyébként. Vagy az egyébként elvárások, igen, voltak olyanok. Arra mindenképpen térjünk rá szerintem, hogy azért az elmúlt években, vagy mondjuk az elmúlt 20 évben mindenképpen készültek azért szerencsés csillagzat alatt született
közönségfilmek. Én ezért hoztam néhányat, amiket én nagyon jónak tartok. A Moszkva térén, ugye Török Ferencnek az első filmje, Control, ugye Antal Nimródnak a filmje, az Argó, Árpa Attilától, Üvegtigris 1-2, a 3-at szándékosan nem mondom, de arról majd beszélhetünk egy picit. Ugye a Nyomozó, Anger Zsoltal a főszerepben, a Taxidermia, ami egy elképesztően beteg vízió, és ugye adaptációról beszélünk. Én azt nem bírtam végignézni, őszintén szólva. Ugye érdekes, hogy mennyire gyomorforgató tud lenni. A Nyolcker. A Nyolckert azt azért hoztam, mert az egy annyira egyedülálló animációs formát hozott, és aztán ugye nem is volt gyakorlatilag ennek sajnos folytatása. Lett volna, de aztán valahogy elhalt ez a történet. De hogy ezek olyan közönségfilmek voltak, amikre emlékszem, hogy mikor ezek mentek a mozikban, akkor volt körülöttük hype. Pont. Pedig azért az internet sem tartott mondjuk még annyira ott. De hogy ezeket miért szeretjük, mit tudtak ezek a filmek megfogni, ami mondjuk annyira rátapintott itt a magyar néplélekre, ha egyáltalán beszélhetünk ilyen általánosításról, hogy ezekből valódi kult klasszikusok lehettek. Mert azokkal a figurákkal szerintem, amiket megfogalmaztak ezek a filmek, sokkal jobban tudtunk azonosulni, mint például mondjuk az előbb említett Amerikából importált karakterekkel, vagy karakterekről, mert hogy mondjuk ha csak az Üvegtigrist vesszük, azért látunk ilyen picit lecsúszott, de mégiscsak hétköznapi alakokat, akikkel valószínűleg mi is találkozunk mondjuk nem is a közvetlen ismerősi körünkben, de tuti, hogy az útszélén találkozunk egy ilyen emberrel, vagy mindenkinek van egy hasonló típusú simlis kis ismerőse, igen. Hát a Moszkva tér számomra azért volt emlékezetes, mert hogy én akkor főleg az elére emlékszem, hogy így beszéltek, hogy már beszélték, hogy mi változás voltak, hogy megjelentek az éjjel-nappalik, hogy kinyitott a McDonald's, hogy meg fog nyílni a McDonald's. Igen, ahogy, mert a rendszerváltás. Hogy is mondta a főszereplő, hogy nem tesznek a szendvicsbe csalamádét, vagy ilyesmit, hogy és akkor jó, benne voltunk már, mikor én ezt először láttam, már benne voltunk ebben, és nekem érdekes volt, hogy milyen volt, amikor ezek így beindultak. Aha. Tényleg, hogy éjjel-nappali, meg tényleg visszatérve Burger King, meg minden egyéb, végszem, hogy ezt fogott meg a akkori, hogy milyen volt a érettségi időszaka, meg ilyesmi, meg ez, hogy mindenki menne külföldre, de minek, hogyha most külföld jön be. A Nyolckert én bevallom, legjobban animáció is egy fantasztikus, de én a nyelvezete miatt szerettem. Én rengeteget. Igen, ez kicsit ilyen magyar South Park stílus volt ez a film, rengeteg most, káromkodással. Hát igen, most figyelme veszük, a magyar nyelv nagyon szép nyelv, egyértelmű, olyan szépen lehet fogalmazni, verselni, meg minden egyéb, de a káromkodást is lehet nagyon jól cifrázni. Nem részletezem, hogyha megengeditek, de... Ne hozzunk példákat, de igen, de nagyon jó, nagyon lehet cifrázni, és ezért volt olyan jó benne. Meg a szinkron egyértelmű, mert hogy valaki önmagát játszotta bizonyos fokig, de valaki egy más karaktert, és tökéletesen visszaadta. Az ő hangjából volt fantasztikus. Uh-huh. Ez egy jól sikerült próbálkozás volt. Taxidermia, hát azt én végignéztem, de hát igen, eléggé, hát felkavaró volt, de én úgy fogtam föl, hogy mintha tényleg egy kísérlet lenne, hogy a magyar film meddig mehet el, meddig tud elmenni, vagy ilyesmi. Mert dramaturgiak én is láttam, hogy amikor ilyen izék vannak, hogy mivel helyettesített, hogy mi történik, mivel helyettesítették, technikailag hogy oldották meg. Hát én mondtam, hogy nem is tudom, kísérleti filmnek tudnám nevezni. Egyébként a szó szoros értelmében, mert hogyha belegondoltok, hogy ez egy családtörténet egyébként, és hogyha az utolsó, a legfiatalabb generációra gondolunk, aki nek a kapcsán tulajdonképpen a Taxidermia cím értelmet nyer. Ugye a srác, aki hát állatokat tartósít, töm ki, és aztán végül is a főmű az saját maga, akkor ott vagyunk, hogy kísérleti film a szónak a legszorosabb értelmében. Egyébként ez tényleg egy nagy, tehát képileg is nagyon-nagyon erős ez a film, és ebből talán, amikor a közönségfilmről beszélek, akkor ez talán egy picit lehet, hogy kakukktojás, mert azért ez nem volt akkora sikerű a magyar közönség körében, ellenben nemzetközi szinten viszont abszolút felhívta a figyelmet ránk, mondhatjuk így. Többször is volt már példa, hogy van még akármilyen más országra gondolok, hogy az adott országában egy film nem volt sikeres, de világszinten siker. A saját hazájában sikeresen profita. Saját hazában nem, de azon kívül igen. Na, tehát azért ezek mégiscsak olyan filmek voltak, de azért az elmúlt 10 évre, hogyha rátérünk egy picit, még akkor a film alap, illetve az Andy Vajna érára térünk most rá, és beszélünk erről, ugyancsak születtek olyan filmek,
amik nem csak nemzetközileg voltak sikeresek, és most konkrétan a Saul fiára gondolok, amit azt hiszem, hogy megkerülhetetlen, és nem is szabad megkerülni, hiszen Oscar-díjas is lett. Az egy más kérdés, hogy én mit gondolok az Oscar-díjról, viszont egy olyan, ez tipikusan az a film volt, ami egyetemes volt. Bár magyar kötődésű, de mégis egyetemes volt. De voltak erős, legalábbis szerintem, ugye Di azért nézett nagyot itt a műsor előtt, hogy ő azt szerinte annyira nem, de voltak erős közönségfilmek, most csak néhányat a teljesség igénye nélkül a felsorolunk, akkor mondjuk a Viszkis, Testről és lérekről, a Martfűrém, Isteni műszak, Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, Rossz versek, Weekend, Drakulics elvtárs, Liza, Róka tündér. Azt hiszem 17-es évben készült ez a Budapest Noir, nekem az is kifejezetten tetszett. Én mindig csak a trailerig jutottam, de, és egyébként be van készítve ami állandóan az is, hogy majd meg fogom nézni, és sajnos mindig kimarad valamiért. Amúgy egyértelműen a film noir hozta lényegében Szürke Budapest, egy magánnyomozó, gyilkosság után kutat. Ez a Kondor Vilmos regény adaptáció. Igen, ami az is borzasztó pillanat. Volt ez a film. Hú, nekem nagyon nem tetszett. Hát akkor erre mondják azt ízlések is pofonok, nekem például különösen tetszett. Aha. Mármint, hogy próbálkozás, hogy lényegében ez amcsi stílus, de szerintem egész jól előhozták, vagy mondom, ízlések is pofonok a része. Jó, hát én pontosan ugyanúgy néztem, ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan felsorolás, akkor, mert például nekem meg az nagyon nem tetszett. Igen, de most ugye itt, ha sikeres, mondjuk közönségfilmekről beszélünk, akkor nem kerülhető meg, hiszen tényleg sikeres volt a mozi. Igen, és egyébként azért nem értem, hogy másnak miért tetszett. Tudom, mert a Liza, Róka tündér, az nekem kimondottan azért úgymond tetszett, mert mondom, japán kultúrát vett alapul, ami engem a szívügyem különösen. Ezért tetszett, bár bizonyos fokimat, hogy nem paródiának is érezhettem volna, igen, de új Mészáros Károlynak a filmje. Paródia is, meg nem is. Tehát én igen, és jó ellenben alternatív történelem is. Meg ez a valahogy kicsit volt egy ilyen feeling benne, igen. Abszolút. Beszéltünk arról, hogy fikció idegenek vagyunk, illetve kicsit műfaj, idegenkedünk bizonyos műfajoktól. Itt azért a Vígjátékon kívül azért igencsak születtek műfaj filmek, tehát például a Viszkis, mondjuk így, hogy egy ilyen, hát nem is tudom, akció, vígjáték talán, de vígjáték erős szó. Szerintem is az akciófilm, az igen. A Martfűrén viszont thriller, tehát az kőkemény thriller. Az Isteni műszak, az megint ilyen vígjáték, de talán inkább szatíra, nagyon erős, maró volt a humor annak a filmnek. A Rossz versek, az egy ilyen sajátos, kicsit nekem azért abban volt ilyen amerikai feeling, azért ez egy sajátos végjáték volt, egy ilyen kvázi coming of age story volt benne, és a Drakulics elvtárs, ami ugye a Bodzsár Márknak a második filmje az Isteni műszak után, az meg egyrészt volt egy történelmi film is, hiszen a 70-es évekről beszélünk, a szocializmusról, másrészt meg egy baromi erős műfaji film volt, nagyon sok mindent vegyített. Vagy amiket még fel tudnék hozni példának, ami nekem is különösen tetszett, ez a Apró mesék, amit nemrég egy streaming szolgáltatón volt lehetőségem megtekinteni, vagy ami nagyon jó volt, és Isten, de bánom, hogy kihagytam moziban, nem tudtam megnézni, tévében volt lehetőségem, hála a tévének, meg tudtam nézni, Fehér Isten. Uh-huh. Igen, Mundrucó Kornélnak a film, én azt moziban láttam annak idején, ami egy tényleg egy kifejezetten jó film volt, és milyen érdekes, hogy Mundrucó Kornél meg ugye most például a legutóbb streaming szolgáltatóra gyártott amerikai sztárokkal film. Pontosan, de hát érte, Fehér Isten, annyi kutya meg minden, hát a 101 kiskutyát annó CGI oldották meg, egy meg megoldották húsvér gyönyörű kutyákkal mellékesen. Na, és milyen szépen bezárul a kör, a tévében volt szerencséd hozzájutni ehhez a filmhez. Például, igen. Ja. Na, hát nagyon sokat lehetne beszélni azért még ezekről a filmekről, és talán nem is érintettünk mindent, de ha egy ilyen picit suta tanulságot azért ennek a műsornak a végén el tudunk mondani, az talán az, hogy igenis érdemes picit más új műfajokat is kipróbálni, mármint magyar filmeseknek is új műfajokban törni az utat, hiszen születnek igazán maradandó alkotások is, amiket közönségfilme önmagában nem minősít, ez olyan, mint a bestseller lista élén, az csak annyit jelent, hogy annyian vették meg. Az nem jelenti azt, hogy attól még jó is, ellenben itt tényleg születtek nagyon jó filmek, ha csak az elmúlt 10 évet nézzük, úgyhogy ezt kívánjuk a magyar filmes szcénának, hogy szülessenek még ilyen jó filmek, mert szeretnénk megnézni őket, és nagyon reméljük, hogy lesz mozi, ahol mindezt megnézhetjük. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ez volt az Apa mozit hajt, hát most hatkezes filmes podcastnak a 4. adása, találkozunk következő héten, pénteken 5 órától. Sziasztok!